Ha valami olyan játékot látunk itt, hogy nem véletlenül írta itt az egyik nézőnk, be is olvasom a nevét, hogyha megtalálom, Krakkai Tibor, hogy bár még van hátra, de ez lett a VB meccse. Hát az, hogy ez eddig a VB meccse, az egyértelmű, és ugye Medit direkt meg is nézte a szünetben, hogy mi volt eddig a világbajnoki csúcs átlagban. 114,5% a Michael van Gerwen tartotta. Hát most ezen fölül van Price. Igen. 140. És ilyen átlagot, amit Henderson elér, közben 140, és ilyen átlag mellett simán vezet Price 2-0-ra. Itt van, 108-as átlag, és simán vezet Price 2-0-ra. Más kérdés, hogy nála 113-as van. Igen, most esett le, de ez megint... Aládobja mind a kettőt Henderson, és ott mind a hármat. Ott meg csak úgy röpködnek. Lent is, fönt is. Elképesztő, amit játszik tényleg Price. Már is lent van. Dupla 20-on. Ebből nincs meg Hendersonnak a kiszállója. 161 az nagyon magas kiszálló volt. Dupla 20, dupla 10. Dupla 5. Hoppá! Nem dobja be. Első aprócska megingás, de a kiszállónál. A 100 fölötti. Meg lehet. Bedobja! És egy breakleggel kezdi a harmadik szettet Henderson. Price elrontott 3 nyilat dupla 20-ra. Valami szenzációs mérkőzés. Jön Henderson, és kezd egy 140-vel. Hoppá, 60 Price-nál. Százas. Kellene Price-tól most minimum két tripla. De csak egy jön. Igen. Visszaesett az átlag a 110-et. Henderson pedig megy előre. A gőzmozdony. 96-os a nézők. 121, nem kell feltétlenül megoldani most. De megvan a tripla ósz. Igen, mert az megint oda ment, 14-esen 40-e van. Ő ilyenkor a tripla hetet célozza szándékosan, hogy 21-en 40-re kerekítsen. 140. Na és akkor nézzük, Hendersonnak is van 3 nyíl a dupla 20-ra. Az előbb ez Price-nak nem sikerült. Hendersonnak dupla 10. Neki sem fog sikerülni. Egy nyíl. Nem dobja be! 109-re Price. Akkor jött Hendótól egy 102-es. Ott a tripla 19. 101-es kiszálló, bocsánat. És akkor egy nyíla lesz dupla 20-ra. Visszaadja. Nem adja vissza! Ne adja ezt is! És kiszállóban elbizonytalanodott, főleg Price, de Henderson is, de megint van 3 nyíla dupla 10-re. Hendersonnak nézzük! Dupla 5, ez veszélyes! Belül találja el, és nincs kiszálló így. Megteszi-e azt a szívességet Price, aki eddig zseniálisan játszott, hogy megint elront 3 nyilat dupla 20-ra. Egy elment. Az jó helyen van neki nagyon. Bedobja. A másodikat bedobja, és így egy-egy. Nagy lehetőség volt Henderson előtt, hogy 2-0 legyen. Nem tudott élni vele. Price kezdi a leget. Nézzük, milyen lesz a kezdés. Egy szektorhiba is becsúszott. Itt is becsúszik, jön az elmaradhatatlan egyes. Szerencsére eddig keveset dobott ebből. De ennek nagy specialistája.
Tripla Owens Price-tól. Újabb Tripla Owens Price-tól. 180! Tizedik a meccsen. Felesbe mérve ez már fél liter. Ott a tripla, újabb tripla. 180! Hát, ez hihetetlen. Kérdezték, hogy mennyi volt egy meccsen a legszebb, 42. Nézzük ezt, messzi is bedobja, 2-1. 11 nyilas. Hanem hiába Anderson, ez van. Ma egy olyan bombaformában lévő Price-ot fogott ki, hogy hiába játszik ő is bombaformában, egyelőre nem tud megbirkózni a feladattal. 2017-ben volt 42 Gary Anderson, Michael van Gerwen összecsapáson. 140! És nézd meg, be kell 140-nel. És lehet, hogy 180-nak ez Price, majdnem. 127. Majdnem. Egyes! Gervin Price-nak a családját lehetett látni az előbb. Oda néz, hát nem. Maximális odafigyeléssel játszik Price. 140. Annyira ott van fejben most, hogy hihetetlen. Hát. És akkor nézzük a folytatását Price produkciójának. Tripla 20. Megint egy. 140. Ilyen formában játsz, azt szerintem nincs ember, aki meg tudná verni. Na jó, az azért még Chuck Norris nem láttuk. Ja, az 134. 50-re megy le. Na ez hiba, 90. Mit fog választani? Némi átgondolást igényel a folytatás. Tripla 18 ugyanúgy. Bonyolultá tette a helyzetet ez. 56 a maradék. De nem ronthatja el most már Anderson. A szektort megdobja. Dupla 20, hova vágja föl? Mi a gond? Ez a legnagyobb gond, hogy elrontja a második nyilát is dupla 20-ra. Valamiért hátrafordult, majd úgyis megmutatják, igen, hogy miért. Lehet, hogy jött valami hangpont akkor, ami nem tetszett neki. Most próbálják Price zavarni a nézőtérről, és el is rontja. Hú, mérgesen nézett ő is ki. Újabb esély Henderson előtt. És nem tudja egyelőre bedobni. Még mindig nem jó. Ezt is Anderson. Ez már hát nem fog ezen beleférni. Megy el. Ezen megy el számára az egész. Ez volt a 15. kísérlete duplára. És dupla 5. Bedobja Price. 3-1. Összességében már 3-0. Gervin Price-nak. Game on. Lehet, hogy nem lesz harmadik szünet, mert ha így játszik Price, akkor ebből lesz egy 4-0. Bár most igazából Henderson rossz kiszállózásának köszönhette, hogy ez viszonylag ilyen könnyedén az övé lett ez a szett. Igen, le is ült ott nagyon Henderson. Átlaga a harmadik játszmában, harmadik szettben. És megint szektor téveszt. Fú, most kezd szétesni Anderson. Hát ezt nem bírta, nem bírja. Azért ezt, mikor majdnem életed legjobb játékát mutatod, és semmi esélyed nincs, azért ezt, és főleg úgy, hogy azért rombolja, rengeteg sanszai azért vannak, csak a sok rontott kiszálló azért rombolja őt. Szektor téveszt. 78-as.
Most nem jött tripla Price-nál sem. Ajajaj. 85. 85-ös. A Bull. 130, igen. 115-re ment le. Hendónak meg annyit. Kiesett a ritmusból Anderson, elveszítette a koncentrációt. Hendersonnak meg... Ott a tripla! Tudásának megfelelően. 36. És bedobja. Ezt is bedobja Price. Tudásának megfelelően kéne játszani egész évben. És akkor egy Gerwin Price-szal majd csak a legjobb 8-ba fog találkozni. Hát ez... 57. Jön-e még egyszer egy feltámadás Hendótól? 140. Igen, 140, igen. Százas. Mindig brutál átlagon Price. Száz nyolcvan! Hat van. Kellene a tripla 20. És nem dobja be, 55 csak. Most megint bele 20 Price. Ott is jön a tripla. 126, hogy megint ki kell szállni, nincs mese. Igen, kényszer helyzetben van Anderson. Hátsó pályán vissza tudjon jönni. Nem jön tripla. Most jön tripla, Burra! Igen, távol 41 volt. Maradt, igen. De hát még csak van ideje. Így van. Igen. Csak hát most már jó lenne, a duplákat megdobná. Két nyila lesz. A legfontosabb kérdés egyébként itt közben, és megvárom, és utána mondom azonnal. Egy megvan, és a dupla 20. Még mindig. Nem dobja be! És megint erőlteti a dupla 20-at. Még gondolkozott is rajta. Dupla 20. Tessék, az ellenfél pedig elsőre megdobja. A legfontosabb kérdés most jelen pillanatban, hogy mi a helyzet Szolnokon. Hát, detox. Százhuszonhárom. Hoppá, ilyet is tud Price. Igen, 121-re korrigálta. Százas. Nézzük rá a választ. Az fölötte, alatta. Ja, meg tudjuk. 140. Fölötte. Száznegyven ez is. Kilencvennyolc, nézzük, 138 a Anderson. Ott a tripla 20. Az nincs meg. Benne. Megint 40-re. Ezt nem hiszem el. Ezt komolyan nem hiszem el. Tripla 17 nem jön. Na most, hát most már csak sikerül megdobni azt a fránya dupla 20-at. Megint van rá három nyíl. Hát ez hihetetlen, dupla 10. Dupla 10. Talán azzal nagyobb barátságban van, az sincs meg. Borzalmas kiszállózás, miközben a tömegfogyasztás az tökéletes volt a meccsen. És nézzük, itt van két meccsnyíl, egy meccsnyíl,
Nem dobja be. Újabb esélyt kap Henderson, hogy meccsben tudjon maradni. 5-5. Hát ezt nem hiszem el. Bedobja! Hány dupla után, vagy hány duplára dobott kísérlet után sikerült végül a duplát kidobni. 93-as kezdés Price-tól. Száznegyven. Száz, na most kell megfogadni Andersont. Százas. Ó, 170-re megy le, gyönyörű 138-al. Fölugrik így aztán az átlag 106 fölé. Ó, az nagyon pekes volt. 161. Na nézzük, 170. Kiszálló nem lesz most 170-ről, tripla 18. Nem jön, 72 a maradék. Hát de ezt meg kellene ezt az extrát csinálni Andersonnak. Endónak kell, ebből nem lesz így. Ő is már érzi, hogy ez most nem jött. Egy nem, benne van a húzba. 60 csak, 101, 72. Megint egy nyila lesz a meccsért. Itt dupla a meccs nyíl. Kihagyja neki! Elrontja Price, nem tudja befejezni a meccset. Harmadik meccs nyila volt. Nem. 57-es. Ennyi szívességet nem fog tenni Andersonnak Price. Újabb három meccs nyíl. Dupla 10. Még nincs meg. Még mindig nincs meg. Most nyeri meg a mérkőzés Gervin Price. És jut aztán a legjobb 16 közé, hogy Whitlock ellen mérkőzzön. Hú, mekkorát játszottak, főleg a mérkőzés első fele volt parádés, és csak azt sajnálhatjuk, hogy Hendersonnak a kiszállózásaival igen komoly problémák voltak. De az biztos, hogy Price átlaga eddig toronymagasan a legmagasabb átlag a világbajnokságon, legalábbis ezen a világbajnokságon. De kedves nézők, egy mérkőzésen, nem is akármilyen meccsen túl vagyunk, hamarosan következik a Gary Anderson, Nathan Espinal összecsapás.